inkább folyton dolgozni. Dologgalop! Dologgalop! Sziasztok, ez itt a Dologgalop minden podcast platformon és a YouTube-on most, aki ja, és a civil rádióban ne felejtsük el, aki podcast platformon hallgat minket, az mindenképpen keressen ránk a YouTube-on, mert ma nem csak beszélgetünk, hanem érdekes hangszereket is bemutatunk és megmutatunk. Kobza Bajk a vendégünk. Szia, Bajk! Üdvözlök mindenkit szeretettel. Szervusz! Hát mondhatnám, hogy az apropó a most megjelent lemezed, de inkább mondom az igazságot, az apropó az, ami miatt már évek óta tervezem ezt a beszélgetést, minden, amit csinálsz, mert nálad nem aktuális slágerek vannak, amelyekről kell beszélni, hanem egy munkasság, amelynek minden része külön értékes, és mindenképpen érdemes róla beszélni. Röviden mesélj magadról, hogy találkoztál a zenével, és miért éppen ezt a fajta zenét játszod. Családi háttér eléggé erőteljesen megalapozta azt, hogy milyen irányba indultam el. Mivel régi zenét művelő és népzenét kedvelő családban nőttem föl, ebből kifolyólag a óvodáskoromban szinte csak régi zenei előadók, együttestagok, közreműködők vettek körül, ami nem egy hétköznapi indítás, nem egy átlagos dolog, hogy az ember egy ilyen környezetben nőjön föl, és azért ez nagyban adott egy olyan alapköveket, amikre később sokkal könnyebben tudtam építkezni. Tehát sokkal a korosztályomnál sokkal hamarabb jutott tudomásomra olyan hangszerek, olyan hangzásvilágok, olyan zenei gazdagság a birtokomba, ami nem jellemző a kortársaimra, de még ugye mai napon sem. Tehát egy ilyen régi zenei közegben nőttem föl, ahol a lantok, a különböző furcsa fúvós hangszerek, ütőhangszerek vettek körül, és nagyon hamar megismerkedtem ugye a középkori, a reneszánsz, a korabarokk zenével, és hát persze a népzenével, és a különböző népeknek a zenéjével. Jó atyámnak volt egy régi, illetve hát van is még, de volt akkor a régi zenei együttese, aminek megjelent 84-ben, pont a születésem évében jelent meg a régi török zene Európában című lemez, amit a Hungaroton adott akkor ki, és ami mind a mai napig egy nagyon meghatározó zenei élmény számomra. Ugyanis hát amikor a legkisebb voltam, állandóan az volt a próba odahaza, tehát így mondhatni, hogy hangról hangra szívtam magamba annak a lemeznek az anyagát, és valószínűleg az indított el arra később, hogy érdekeljen a kaukázus vidékének a zenéje, a közel-keleti zene. Tehát, hogy ez nyitott meg, így ez nyitott meg, hogy lelkileg érzékeny legyek a keleti zenére és ezekre a hangzásvilágokra. Tehát sokan, mint mindenki, én is zongorával kezdtem, azt én nagyon-nagyon szerettem,
és hát persze Koboz is volt otthon, amit a régi zenei körökben, ugye mint a énekmondók, azt is előszeretettel használták. Gyerekkoromban rengeteget volt nálunk vendégségbe, a Kobzos Kis Tamás is, aki majdnem egy évtizedig jó atyámmal együtt zenélt. Tehát egy ilyen, mondhatni, lehellett finom szellemi közeg vett körül, és hát nagyon korán egyértelművé vált számomra, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnék. Szóval az zongora után a Koboz a kezembe került, és nagyon hamar a Ökrös Csaba hegedűművész felkarolt, és hát amin most így utólag csodálkozok meg, egy eléggé zöldfülű kobzos volt, hát így pár akkordot tudtam csak így játszani, ő viszont nagyon lelkesített, és nagyon-nagyon sok mindent tanultam tőle. És hát sokat koncerteztünk is, és aztán így 2000 nyarán, vagy 2001 nyarán, erre már pontosan nem emlékszem, egy újdonsult barátom adott nekem egy lemezt, ami teljesen megváltoztatta a zenéhez való hozzáállásomat, teljesen kitágította a tudatomat, és mint és a zene onnantól kezdve nem mint valami dolog, hanem mint egy önálló lény jelent meg az életemben. Tehát a zenéségre azóta, mint egy lénységre, egy önálló entitásra tekintek, és szerintem a zene az egyik olyan dolog, ami miatt ezen a bolygón érdemes megszületni, és érdemes tapasztalni. Thank you.
meséltél úgy gyerekkorodról, meg hogy elkezdtél tanulni, de aztán azt mondod, hogy sokat koncerteztünk. Tehát Igen. egyből volt zenekar is? Kivel játszottál? Hát egyrésztről ugye gyerekkoromtól kezdve ugye volt a Kecskés régi zenei együttes, aminek most is tagja vagyok, és hát nagyon korán azért így kobozzal, pszaltériummal, mindenfajta csörgőkkel vettem részt már tizenévesen ebbe a régi zenei együttesbe, és hát ugye a Ökrös Csabit is így ismertem meg, de hát ő ugye egy népzenei vonal mozgott, és akkor a Csabi így felkarolt, és hát igen, helyt kellett állni. Az első nagyobb koncertünk egyébként 99-ben volt a Krakóban, a Jagello Egyetem udvarán, és az volt az első olyan nagyobb számomra, nagyobb koncert nyilvános fellépés, ahol Ökrös Csabát kísérhettem Kobzán, Ez hát az majdnem egy... Ökrös zenekarra? Nem, duóba játszottunk. Dóba, Tehát, no, hát. tehát duóba játszottunk, tehát ez a klasszikus hegedű koboz felállás volt, és hát így nagyon össze kellett szedjem magamat, viszont a Csabi nagyon-nagyon hitt bennem, meg nagyon kedvelt, és hát mondom, rengeteget tanított, és akkor így elkezdtünk együtt zenélni. Ennek a eredménye az volt, hogy 2002-ben rögzítettünk egy lemezt, Őstánc címmel, ami 2003-ban jelent meg, és a Pesti Vigadóban volt a lemez bemutató koncert. Én nagyon korainak éreztem egyébként ezt a lemez, tehát ezt a hangfelvételt, mert én nagyon nem voltam megelégedve így a saját technikai tudásommal, meg a játékommal, de hát Csabi hajthatatlan volt, és nagyon, nagyon lelkes, és mondta, hogy de jó lesz az, és nagyon bátorított, úgyhogy készült egy ilyen lemez. Na, Viszont akkor most térjünk rá 2000... arra a lemezre, ami... Igen. Igen? 2000 vagy 2001 nyarán, erre tényleg nem emlékszem pontosan, egy nagyon jó barátomtól kaptam egy lemezt, ami ugye nagyon sok mindent meghatározott. Ennek az a lemeznek az volt a cím, hogy Madar, Anouar Brahem, tunéziai udművész, Jan Garbarek, norvég szaxofonművész, és Shaukat Hassan, indiai tablás játszott rajta. És ez egy olyan zenei fúzió volt, ez egy olyan hangzásvilág, amit előtte így soha nem hallottam még életemben, és azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy létezik ilyen zene a világon, és hogy ez idáig hol volt. És főképpen Brahem, Anouar Brahemnek a játéka fogott meg, mert ahogyan hozzányúlt a úthoz, ami a arablant vagy morlant, az teljesen egy nagyon, nagyon időtlen, kortalan világot pendített meg bennem, és volt egy ilyen aha élményem, hogy na ez az, ami miatt a zene számomra azt jelenti, amit, és hogy én is így szeretnék játszani, ahogy ő. És ez ilyen nagyon erőteljes volt bennem, és akkor nagy nehezen sikerült szereznem egy udot. Viszont mivel ugye itthon nem nagyon voltak udosok, talán volt 3-4 ember akkor rajtam kívül, hát ugye mester nem volt, akitől lehetett volna tanulni, akkor a videó megosztók világa az még a kanyarban sem volt, úgyhogy nagyon kinkeservesen haladtam, nagyon-nagyon lassan, ugye hát a udés, az arablant is, ami egyébként perzsa eredetű dupla húros, pengetős hangszer, hasonló, mint a koboz, és hát a koboznak a pengetési technikáit próbáltam ugye átültetni udra, hát inkább kevesebb sikerrel, úgyhogy nagyon szenvedtem vele, volt hosszú évek teltek el, mire sikerült áttörést hoznom ebbe,
És hát ezekben az években úgy szereztem a udós anyagokat, hogy nagyon sokat jártunk ki Bécsbe, főképp a Collegium Hungaricumba, és az ott szerzett tiszteletdíjból mindig elmentem. Ott Bécsbe volt a EMI Musicnak egy ilyen 5 emeletes lemezboltja, és annak a legtetején egy hátsó sarokba eldugva voltak közel-keleti zenék, meg ilyen világzenék, és hát ott voltak kimondottan ilyen arablantos lemezek, és akkor mindig vettem egy-két-három CD-t, és akkor azt hallgattam fél évig, és azt próbáltam utánozni, lejátszani. Hát ugye a gyerekkoromat ugye eléggé meghatározta ez a régi zené vonal, ami inkább, én azt gondolom, hogy inkább kitágította jelentősen a zenéhez való hozzáállásomat és a látásmódomat. Tehát én meghallgatok, ugye, hát mivel a jelenkorban élek, tehát hat rám a korszellem, ha akarom, ha nem, hallgatok mindenfajta muzsikát. Tehát mivel a zenei lénység, az szerintem egyik legmágikusabb dolog ezen a bolygón, ebből kifolyólag mindenfajta, mondhatni, hogy szinte mindenfajta zenei stílus meghallgatok, abban az esetben, ha az előadásmód
megérint és elvarázsol. Ez nem azt jelenti, hogy mindent meghallgatok, hanem az, ami megérint engem. És minden zenei stílusban van olyan, ami így meg tud fogni, amire azt mondom, hogy fú, itt nem valami, ez egy nagyon idézőjelben kegyelmi pillanat, itten most, és itt valami történik, és valami megérint. Tehát ez legyen elektronikus zene, legyen jazz, legyen akár metal, vagy bármilyen muzsika, hogyha ha hatással van rám, akkor azt én elfogadom és meghallgatom. Hát általános iskolában volt először az, hogy döbbentem le, hogy hát, hogy nem a Balassi a sláger, hanem teljesen más dolgok zajlanak. Én mindig volt bennem egyfajta így nyitottság, de nekem mindig más volt az alap. Tehát, hogy sokak ugye, ha ezt hallják, hogy régi zene, meg népzene, akkor valami nagyon anakronisztikus dolognak élik meg, olyannak, ami már elavult, ami már nincsen, és hogy sokan ilyen majd, hogy nem unalmasnak élik meg, vagy ilyen nagyon avitnak, miközben én a zenéséget, ezt a régi zenét is úgy látom, mint egy a hatalmas kiterjedést. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, ami már elmúlt, hanem ami ugyanúgy jelen való, ugyanúgy jelen tud lenni. Tehát mondjuk, ami az elmúlt 5000 évben így zenészségben így megjelent, azt én nem úgy nézem, hogy na most ez egy 100 évvel ezelőtti, vagy egy 1000 évvel ezelőtti zene, hanem a most is itt állapotában én ezt egyszerre van jelen. Tehát ezt úgy tudnám a legjobban elmondani, mint hogyha belépnénk egy óriási kiállító térbe, ahol körbe ott vannak a festmények, a rajzok, most mondjuk azt, hogy minden festmény egy-egy zenei stílus, vagy egy korszak, és ahogy belépsz, egyszerre látod meg az egészet, és egyszerre van jelen. Tehát nekem ugyanígy egyszerre van jelen a mai korszellemnek a zeneisége, és egyszerre van jelen ugyanúgy mondjuk az ókor, a ókornak a zeneisége, tehát hogy ez egyszerre tekintek rá a zenei lénységre, és ezért van az, hogy én ugyanúgy meg tudok hallgatni mondjuk egy középkori zsoltárt, anélkül, hogy azt érezném, hogy fú, én most szerzetessé váltam, és ugyanúgy meg tudok hallgatni mondjuk egy Apex Twin Selected Ambient Works vonalat, vagy bármilyen elektronikus vonalat, anélkül, hogy elkezdenék vakarózni. Mert engem az érdekel, hogy milyen páratlan és milyen szinte határtalan lehetőségek vannak a zenébe, és hogy milyen jó, hogy ezek megnyilvánulnak és jelen vannak. Nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésre. Nagyon szépen válaszoltál rá. Nekem közben az jutott eszembe, mivel azért így a régi zenéről beszélünk is, te azt játszott főleg, vagy annak egy fajtáját, saját fajtáját, hogy azért a régi európai zene eléggé más, mint a régi közel-keleti, meg keleti zene, és hát a keleti az enyhén szólva gazdagabb és összetettebb. Nem jól mondom? Hát összetettebb az biztosabb. Igen, igen, igen. Akkor térjünk rá a hangszerekre, mert nem, ugye nem elektromos gitáron játszol. Mi a fő hangszered, milyen hangszereket használsz? Amit már említettem, Anwar Ibrahim tunéziai udművészt, ugye, hogy meghaladtam az ő munkásságát, az ő zenei világát, akkor határoztam el, hogy már pedig ezen a hangszeren szeretnék megtanulni. Ugye azt is kifejtettem, hogy eléggé rögösen sikerült ez a dolog, és mielőtt folytatnám a történetét, akkor bemutatom, ez a fő hangszerem, ez az UD.
ez az egyik, ez egy szíriai hangszer, Ibrahim Sukar készítette, építette ezt a gyönyörű hangzású a hangszert. Ez a ud, az európai lantnak, a reneszánsz lantnak az őse, ebből alakult ki a ma ismert lant, ugye az már vastagabb nyaka lett, és ugye bundok kerültek rá, ugye ami már főképpen énekes, énekmondós kíséretre lett szabva. Podcast Hát ez a hallgatóknak hangszer... mondjuk, hogy váltsanak YouTube-ra, mert most így mutatjuk a hangszert. Igen? Igen. Ez a hangszer a Munir Bashir szerint, aki a arab lantnak volt a nagykövete, iraki nagymester volt. Az ő elmondása szerint a hangszernek a múltja 5000 évre vezethető vissza egészen Babilonig. Meg hát van ennek mitológiája, ennek a hangszernek. A mai formáját egyébként a 12.-13. századra nyerte el ez a hangszer, és többek között Máni prófétához kötik, aki ennek a hangszernek nagy tudója és kedvelője volt, akit ugye Nyugat-Buddhája Kelet-Krisztusaként emlegetnek. Na ez például egy török ud, egy török lant. Ez is egy gyönyörű szép munka. És van mellé egy sastól pengető. Ez, ez, a, ez, a, ez a pengető, ez autentikus. Ez kérem szépen, ez Irakból van. Ez a sastól pengető. Ugye a középkorban is ilyen pengetőt használtak, egy pár hangot játszok vele.
A Money Profétáról mondtál, egyébként ennyire egyszerű gondolat, hogy vannak ezek szerint olyanok, olyan proféták is, akik zenével fejezik ki magukat, és nem csak beszéddel. Tehát ez annyi Természetesen fonétus. ennek a legismertebb, vagy legelterjedtebb formája ugye a derviseknek rendje, a szufik, akik a zenén keresztül érnek el egyfajta extázist, elragadtatást, és így élik meg a mindenséggel való egyévállást. Tehát egy nagyon jelentőség teljes ez a fajta hozzáállás. Ugye azt hiszem a 12. században, nem akarok csacsiságot mondani, azt hiszem Szíriában volt olyan kórház, ahol az az első kórház, ahol zenével gyógyítottak. Tehát arra specializálódott. És lehet tudni a leírásokból, meg a ábrázolásokból, hogy három fő hangszer volt, és a három fő hangszer közül az egyik a ud volt, az arablant, amit használtak gyógyításra. Nagyon Akkor, komoly. igen, Nagyon igen. Még annyit elárulok, hogy ha a lant szavunk, az is a udból ered, mégpedig úgy, hogy a ud fát, fácskát jelent. Ugye az elsődlegesen az ibériai félszigeten keresztül jutott a középkori Európa kulturális vérkeringésébe, és akkor lett ebből laud, laut, aha. laute, lant. Tehát a lant szavunk az a lut, vagy ud szóból jön. Hát Igen. ezek szerint is nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy a mórok, az arabok, azok Európában töltöttek pár száz évet. Igen, hát ugye onnan is jött, aztán ugye Spanyolországban. a Velencei Köztársaságon keresztül is, tehát a főbb kereskedelmi útvonalakon keresztül jött be Európába. Ugye hát aztán a keresztes lovagok is hoztak hangszereket a Szentföldről, meg konkrét leírások annak róla, hogy például a normanok a saját udvaraikba előszeretettel alkalmaztak arab művészeket, zenészeket, szóval ez is egy nagyon érdekes adalék. Meg azt, hogy a ma ismert és használt hangszereinknek a 90% az mind perzsa eredetű. Hoppá, de komoly. Jó, Igen. akkor ugorjunk a mába. Ja, mutass, még egy hangszer van. Ja, hát van még, ezt gyorsan megmutatom. Ez egy nagyon kedves hangszerem, ez a görög líra, vagy az antik kitara. Ugye ez egy hárfa féle, 8 húros, egy teljesen egyedi saját hangolást használok. Csak bemutattam röviden. Ez a Gyönyörű. hárfának az őse, és akkor itt van még egy török hosszú nyakú landféle, ez pedig a közismert szaz. Ezt már többen látták mifelénk. Igen, ez a szaz, ugye, ami a ballama félék családjába tartozik. Van még, azt nem szedtem elő, meg azt be is kéne hangolni, mert rettenetesen több tucat húrja van, az a psaltérium, mi a középkori pengetős hangszer, olyan, mint egy hárfa, csak fektetve van, hasonlít egy kicsit a cimbalomra, és úgy kell rajta játszani. Szóval így ezek a hangszerek.
Folytatjuk daloggalop, kobzavajk, exotikus hangszerekről beszél, de beszéljünk a máról, te ezeket használod, és ezeket lépsz fel. Merre lesz legközelebb fellépés? Amire nagyon készülök, az november 7-én lesz egy nagy koncert a Magyar Zeneházában, egy quintet formációmmal és egy nagyon kedves vendégmuzsikussal. Idáig még nem szóltam erről a koncertről, úgyhogy most ez az első alkalom, hogy ezt megemlítem, és mindenkit sok szeretettel várok. Az előadáson az elmúlt 20 évnek a zenei anyagából lesz válogatás. Én nagyon izgalmas programnak ígérkezik, úgyhogy sok mindenkit szeretettel várok a belülről építkező orientális zene világába. Belülről építkező orientális zenevilágában. Jó, neked sokféle formációd van, röviden mesélsz róluk, kivel zenész, van saját zenekarod, másokkal szívesen vendégszerepelsz, vagy közös projekteket hozol létre? Igen, hát most a idejében kevés koncertet vállaltam, egyrészt többek között azért magánéleti okokból is, meg költözés volt, meg minden. És valahogy úgy alakult, hogy most idén több ilyen közös együttműködés, kollaboráció van, illetve lesz. Van, ugye, hát szólóba szoktam felépni, van most a kvintetté alakult zenekarom, ami ideig kvartettként működött, most egy taggal kiegészült. Velük lesz most így valószínűleg az első nagy koncert a Magyar Zeneházában, ahogy már említettem. Van egy olyan felállás, ami tavaly alakult a Györfi Ákos József Attila díjas író, költő, aki egyébként nagyszerű muzsikus is, a régen volt Bajdázó zenekarnak egyik alapító tagja, meg van a Horhos nevű ambient formációja. Vele raktunk össze most egy kis lemezt, most már ezt is elmondhatom nyilvánosan, ha minden igaz, nyár elején megjelenik, egy nagyon kellemes, elgondolkodtató, révülésre késztető 24 perces zenei utazás sikerült összehoznunk, ami most meg fog nyár elején jelenni. Akkor Sirukai Mátyás, szintén költő és kiváló zeneművészeti egyetemet végzett ütő hangszeres barátommal közösen most készítettünk két videót, ő ütőhangszereken játszik, legutóbb bendíren, ami egy keretes dob, főképpen a Törökországban meg Iránban használják. Igen, belerögzítettem két videót, meg vannak hosszú távú elképzeléseink, így a közös terveket tekintve. Akkor van még egy formáció, ami még annyira új, hogy igazából még két próbánk volt eddig, az még titok, de az is egy nagyon érdekes, nem hétköznapi hangszerelés. Na, a hangszerelést mutat, és hát a szólnom kell a mesteremről, és egyben jó barátomról és zenész kollégámról, Szabó Sándorról, aki eredetileg idehaza egyik legnagyobb, de nemzetközi szinten is egyik legkiválóbb gitárművészünk és zenekutatónk. Ő egyébként már multi-instrumentalista is, tehát így a Kucseng nevű hangszertől kezdve a esztrágyig, a különböző perzsa, pengetős a hangszerekig, tehát mind szinte
Tehát, hogy már játszik a gitáron kívül 4-5 olyan hangszeren, ami elképesztő és nagyon jól. Hát vele is van még lemezterv, meg hát ugye megjelent eddig két lemezünk, Ró meg Rejtek címmel, és ez a utóbbi lemez azért érdekes a Rejtek, mert itt hallható először a világon együtt a Kucseng nevezetű pengetős hangszer a Arablanttal együtt például. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes hangszerpárosítások, és hát meg kell említsem régi jó barátomat, Thomas Gundermant, aki egy müncheni dudás, aki marokkói és középkori dudán játszik, főképpen ilyen marokkói gnawa muzsikusokkal szokott együtt fellépni, és amikor Magyarországon jár, akkor mi is szoktunk együtt zenélni, eddig két közös hanganyagunk született. Ja igen, és hát a maori fúvós hangszereknek nagy ismerője, és játszik mindenfajta csontsípokon, kagylón, tehát mindenfajta nagyon-nagyon fura fúvós hangszeren. Hát olyan... Ja igen, meg kell, bocsánat, még meg kell sosincs vége. Említenem, sosincs vége, még a, hát egyik legfontosabbat, a Weichsavum Laurát, aki szintén nagyon jó barátom, ővel is készítettem egy lemezt, aki egyébként kiváló, elképesztően kiváló énekes, és ő is játszik mindenfajta hangszeren, tekerőlantól kezdve citeráig, tehát egy ő és egy nagyon-nagyon izgalmas személyiség, vele is érdemes. Őt is érdemes lenne sokaknak megismernie. Jó, nagyon sok információt kaptunk, ami szerintem felkelti az érdeklődést a hallgatókba. Nekünk viszont lejár az időnk, tehát akkor novemberben a Zeneházába tudják jó minőségbe meghallgatni téged, és természetesen mindenféle platformon az eddig megjelent zenédet. Köszönjük szépen, hogy meséltél Én nekünk. is nagyon, nagyon köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást. És akkor hajrá, hej! Áldás, hej!
Reklám következik. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan. Ez reklám volt.